A képviselőtestület a Monturiszt Kft. Korábbi ügyvezetőjének felelősségre vonását támogatja a pénteki közgyűlésen. Június 30-áig nyomáspróba alá kellene helyezni az új vízhálózatot, a fogyasztók rácsatlakozása azonban hosszú ideig eltart majd. Délelőtt 4 rajzfilmet, délután pedig egy dokumentumfilmet vetítenek a Székelyföldi Legendárium csapatának közreműködésével. Köszöntöm nézőinket, híreink következnek, ha tehetik, tartsanak velünk. 7 napirendi pontot vitatott meg tegnap délután a Gyergyószentmiklósi képviselőtestület, a rendkívüli tanácsülésen többek között a Monturiszt közgyűlés, a Székely Fesztivál, az Erős Zsolt teljesítménytúra és pályázatok kapcsán hoztak döntéseket. Május 12-én pénteken reggel 8 órakor kezdődik Budapesten a Monturiszt Kft. Közgyűlése, amelyen a Gyergyószentmiklósi tanácstestületet Szucsu Gábor képviseli majd. A rendkívüli tanácsülésen, figyelembe véve a könyvvizsgálói szakértői véleményt, eldöntötték, hogy a közgyűlésen támogatni fogják a korábbi ügyvezető Virág Zsolt felelősségre vonását, többek között a kiszállási díjakra, fizetésekre, autóbérlésre, területrendezésre, számlázásra, ügyvédi szolgáltatásokra feltételezhetően jogtalanul elköltött pénzek, valamint kirótt késedelmi kamatok összesen közel 800 ezer lejes kár miatt. 6 ezer lejt hagytak jóvá a budapesti Székely Fesztivál költségeire, majd támogatták a Város és az Erdélyi Kárpát Egyesület gyergyói osztálya közötti partnerségi megállapodást, és hogy a 4. Erős Zsolt teljesítménytúra költségeinek harmadát a helyi költségvetésből biztosítják. Elfogadták a pályázati útmutatót a közérdekű non-profit tevékenységek vissza nem térítendő támogatásáról. Összesen 540 ezer lejt különítettek el erre a célra, ebből 410 ezer lejt sportra, 50 ezer lejt kultúrára, 40 ezer lejt ifjúságra, 30 ezer lejt turisztikára, 10 ezer lejt pedig szociális programokra fordítanak. A civil szervezetek pályázatot kell benyújtsanak, a város a rendezvényeket 90%-ban támogatja. Az egyházak összesen 186 ezer lej vissza nem térítendő támogatásra pályázhatnak. Az igénylések elbírálása után a testület majd eldönti, mely felekezet mekkora összeget kap idén. Május 11-én, holnap 9 és 14 óra között lehet átvenni a szociális értékjegyeket az önkormányzat szociális osztályának székhelyén, a Kárpátok utca 7 szám alatt. A most kiosztásra kerülő 190 darab értékjegy a január, február, valamint márciusi hónapok értékjegyei. Felhívják a lakók figyelmét arra, hogy még mindig lehet igényléseket letenni a szociális osztály székhelyén. A havi 50 leértékű értékjegyet azok a családok igényelhetik, ahol az egyfő első jövedelem nem haladja meg a 284 lejt, a gyerek valamely iskola előkészítő tanintézménybe be van íratva. Az értékjegyet kizárólag élelmiszer, tanszer, ruházati cikkek és tisztálkodási szerek vásárlásakor lehet igénybe venni, azoknál a kereskedelmi egységeknél, akik ezt elfogadják. A gyerek, akinek a részére igényelték a szociális értékjegyet, be kell legyen iratva egy óvodába, napközibe, és rendszeresen kell oda járnia. Az orvos indokolt esetben a hiányzások 50%-át igazolhatja, a szülő pedig 3 napra adhat igazolást. Amennyiben egy napot is igazolatlanul hiányzott a gyermek a tanintézményből, az adott hónapra felfüggesztik az értékjegyet számára. Felhívják a jogosult gyerekek szüleinek figyelmét, hogy az igazolásokat kellő időben adják át a pedagógusoknak, hogy ez ne lehessen akadálya a jogosultságnak. Hosszú ideje vár Gyergyószentmiklós lakossága arra, hogy az új víz- és csatornahálózat elkészüljön. Az ígéretek szerint a hátralévő munkálatokat június 30-áig elvégzik, és a szakaszonkénti nyomáspróba is megtörténik addig. A fejlesztés előnyeire azonban a fogyasztók még akár 1-2 évig is kell várjanak. Időközben a bővítési tervek is elkészültek, a pénzügyi forrást keresik a beruházásokhoz. Utolsó méterekhez érkezett a víz- és csatornahálózat bővítését célzó beruházás, jelentette be Nagy Zoltán. A polgármester többek között ismertette, hogy a vízháznál 3 típusú szűrő lesz, ennek köszönhetően teljesen tisztított víz jut majd el a fogyasztókhoz. Már készülnek a beruházás átvételére.
A Fejlesztési Minisztérium Beruházási Igazgatóságának a képviselője, valamint a kivitelezők, illetve a munkálatvezetőkkel folytatott egyeztetés függvényében a végső határidő, amelyet a minisztérium képviselője megjelölt, az június 30-a. Ez az a határidő, ameddig nem csak a munkálatok kivitelezését kell befejezni, hanem a lefektetett, a város különböző részein lefektetett víz- és szennyvízhálózatnak a nyomáspróbáját is el kell végezni. Majd ezt követően reményeink szerint el fog kezdődni az üzembehelyezés, amely ugyancsak hetek és hónapok kérdése lesz, de az már egy könnyebb feladat, hiszen már egy kész rendszert fog kelleni majd működésbe hoznunk. A tényleges üzembe helyezésre 6 hónapot kapott a kivitelező, azonban a fogyasztók rácsatlakozása ennél több időt vehet igénybe, hiszen ez egyenként történik majd meg, és a felmerülő hibákat is ez alatt kell majd orvosolják. Az üzembehelyezés több lépcsőből van elképzelve, elsősorban és első fázisban a megépített és már majdnem működésbe hozható vízháznak az üzembehelyezése fog megtörténni. Ez azt jelenti, hogy a város teljes egésze fogja használt venni a megépített vízháznak, illetve a megépített és ez is majdnem már üzembehelyezhető állapotban levő szennyvíztisztító állomásnak az üzembehelyezésével fogunk kezdeni. Majd ezt követően a fogyasztók és a lakók rácsatlakoztatása fog következni, de ez azt szakemberekkel való egyeztetés következtében azt mondhatom, hogy több hetes, hónapos, akár egy-két éves szakasz is lehet a város életéből. Közben már elkészültek a további bővítési tervek, hiszen a cél az lenne, hogy a város teljes területén kiépítsék a szennyvízhálózatot. Ilkoston már voltak sikertelen próbálkozások, hogy ott is elkészüljön a víz- és csatorna hálózat, de a munkálatokat 2012-ben leállították. Azokat a terveket is aktualizálták, és mindkét esetben pályázatot nyújtottak be. A tervünk az, hogy ezen program és projekt befejezését követően, vagy ezzel már párhuzamosan különböző finanszírozási kéréseket letéve különböző minisztériumokhoz további forrásokat találjunk annak érdekében, hogy ki tudjuk vitelezni az égető problémáinkat, és erre most jó esély mutatkozik, hiszen a fejlesztési beruházáshoz, fejlesztési minisztériumhoz tettünk le olyan projekteket, amelyek úgy a városi víz- és szennyvízhálózatnak a teljes kiépítését, valamint a gyíkostói víz- és szennyvízhálózatnak kiépítését, valamint vízházi és szennyvíztisztító állomás megépítését célozzák meg. Ennek kapcsán folytattunk egyeztetéseket Barti Tihamér területi képviselő elnök úrral, akinek az a feladata, hogy jegyőszéki beruházásokat összesítse, prioritizálja és javasolja elfogadásra a minisztérium felé. Mivel a kormány prioritásként kezeli a víz- és csatornahálózatok kiépítését az országban, a városvezetés reméli, hogy támogatni fogják a gyergyószentmiklósi és gyilkostói beruházásokat. Az elektromos áramszolgáltató közleményének értelmében május 11-én csütörtökön a Nikolai Bölcseszkó, valamint a Testvériség sugárúton javítási munkálatok miatt 9 és 14 óra között áramszünet lesz. A lakók megértését és türelmét kérik. Hargita megye tanácsa évek óta kiemelt figyelmet fordít az ifjúságra és az ifjúsági szervezetek tevékenységének támogatására. Ennek érdekében számos fiataloknak szóló programot szervez és pályázati programot működtet. Május 9-én 13. alkalommal ünnepelte az ifjúság napját, ugyancsak ezen a napon ünnepeljük Románia 10 éves csatlakozását az Európai Unióhoz, ezért több intézménnyel és civil szervezettel közösen színes programot szerveztek Ifjúság és Európa címmel. Hargita megyében nagyon sok tehetséges fiatal van, akik nagyobb figyelmet érdemelnek, megmutatkozási lehetőséget. Jelentette ki Borboly Csaba, Hargita megye tanácsának elnöke, a május 9-e Európa napja alkalmából tartott csíkszeredai díjátadón, amelyen a megyei tanácsnak a fiatalok kiemelkedő tudományos tevékenységért járó Heuréka díjával tüntették ki Imecs Tamás csíkszeredai középiskolai feltalálót. Borboly Csaba nyilatkozatában azzal a kéréssel fordult a polgármesterekhez és az önkormányzati képviselőkhöz, hogy támogassák településükön a tehetségeket, biztosítsanak számukra megmutatkozási lehetőségeket, mert sokszor egy készfogás is elég, és csodákra képesek a fiatalok. Oda kell figyeljünk a lehetőségekre, oda kell figyeljünk a tehetségeinkre. Hargita megyében sok tehetséges fiatal van, csak rájuk kell figyelni, figyelmet kell számukra biztosítani, és lehetőséget, mert ezek a fiatalok, a tehetséges, és nem csak néhány, nagyon sok, szinte én azt tudom mondani, az összes Hargita megyei fiatal az tehetséges, csak mekkora figyelmet kap. És persze nincs arra lehetősége a megyei tanácsnak, hogy minden egyes fiatalt díjazzunk azon a téren, amiben ő talán jó.
Ezért néhányukat kiemelünk, és példaként, jó példaként bemutatva, bízunk benne, hogy egyre többen rájönnek, hogy a kreativitásnak, az alkotásnak nincs határa. A laudációt Barabás Csaba, a megyei tanács elnöki kabinettjének vezetője olvasta fel, aki a Heuréka díj létrehozását kezdeményezte. 3 éve kezdett el pályázatokon részt venni drónokkal, robotokkal, modellekkel és elektronikai készülékekkel egy amerikai technológiai online pályázatra nevezett be az instructables.com weboldalon. Ez alatt a 3 év alatt 30 projektet publikált angolul, több mint 20 versenyen nyert értékes díjakat. Jelenleg több mint 1 millió nézője és hozzávetőleg 1600 követője van. Emellett a 25. ifjúság innovációs és tudományos tehetségkutató versenyt is megnyerte a tavaly. Imecs Tamás elmondta, hogy a tudományos tevékenységét ugyanolyan foglalkozásnak tekinti, mint az úszást vagy a kerékpározást. Kedvtelésből végzi, és szeretné, ha minél több embert érdekelni tevékenysége. Nagyon örülök annak, hogy a szülőhelyemen is felnéznek arra, amit csinálok, és hogy ennek révén részt vehetek külföldön is rendezvényeken, mint például most a hétvégén Brüsszelben, ahol bemutathattam a 2 projektemet is egy régiós kiállításon. Nagyon sok érdeklődés látogató jött el az Európai Parlamentben, az egyik részére, ahol volt ez tartva, és köszönöm a díjat a Hargitemény tanácsának. A díjazás előtt villámcsődületet szerveztek a Szabadság téren, majd köszöntő beszédek hangzottak el Európa napja alkalmából. A fiatalokról kell szólnia e napnak, és ennek megfelelően szervezték meg a rendezvény sorozatot, jelentette ki a megyei tanács elnöke. 2 irányúvá kell tenni a közlekedést Európában. Ne csak elmenjenek a fiataljaink, hanem tanulás, tapasztalatszerzés után jöjjenek szívesen haza. Rajtatok múlik, hogy 20-30 év múlva milyen Európánk lesz. Fordult a fiatalokhoz Borgoly Csaba. Érdemes volt a gyergyóiaknak Hargita megye tanácsához fordulnia. Ezzel a címmel osztotta meg gondolatait Borbóly Csaba, megyei tanács elnöke. A Gyergyó-Szentmiklósi pénzügyi hivatal az egységes Európai Uniós pénzügyi adatbázis bevezetése nyomán felszólítást küldött ki a külföldön fizetést kapó magánszemélyeknek, hogy azután adót kell fizetniük, holott az egységes adatbázis célja nem a dupla adóztatás, hanem az csak a hatóságok tájékoztatására szolgál. Ezt értelmezték félre a gyergyói pénzügyi hivatalban, és emiatt kezdték el küldeni a felszólítást a külföldön dolgozó gyergyóiaknak, hogy adót kell fizessenek külföldi munkabérük nyomán. Rengeteg panaszt kapott ezügyben a megyei tanács a gyergyóiaktól, és sikerült tisztázniuk a helyzetet a megyei pénzügyi igazgatóságon keresztül. A gyergyói hivatal vezetője biztosította a megyei tanácselnökét arról, hogy tévedés történt. Romániában nem kell adót fizetniük a külföldön dolgozóknak az ottani fizetésük után, és nem lesz következménye az eseteknek azoknál, akik a felszólítás nyomán kitöltötték az adóbevallást, azoknak pedig, akik már befizették ezt az adót, visszautalják. A székelyföldi legendárium eddig elkészült 4 rajzfilmjét, a Likaskő, a Rétinyír, a Baba Mária és a Táltos asszony mondáját mutatják be Gyergyószentmiklóson május 18-án, jövő héten csütörtökön délelőtt, este pedig Vasparipával a Székelyföldi legendáriumon címmel tartanak szintén egy különleges filmvetítést a Művelődési Házban. A vetítésekre a belépés ingyenes, előzetes feliratkozás azonban szükséges. A Székelyföldi legendárium 2008-ban indult civil kezdeményezésként azzal a céllal, hogy összegyűjtse és a gyerekek számára szerethető módon adja át Székelyföld szellemi kulturális örökségét, ma is közszájon forgó mondáit és legendáit. Eddig 4 rajzfilm készült el a Székely-Udvarhelyi Rajzfilm stúdióban, a Likaskő, a Rétinyír mondája, a Baba Mária, a Csíksomlyói Kegy szobor legendája és a Gyergyói Táltos asszony. Ezeket mutatják be az alkotók május 18-án, csütörtökön délelőtt 10, 11, illetve 12 órától a Gyergyószentmiklósi Művelődési Ház színház termében. Tudjuk azt, hogy a Székelyföldi legendárium csapata több székelyföldi legendát dolgozott fel, és tett a gyermekek számára is fogyaszthatóbbá, elérhetőbbé rajzfilmek formájában. Ennek a 4 rajzfilmnek a bemutatása lesz ezen a napon. Erre elsősorban kisiskolásokat és általános iskolásokat várunk. A vetítésre a belépés ingyenes, ellenben kötelező az előzetes helyfoglalás. Érdeklődni, helyet foglalni a képernyőn látható telefonszámon lehet. Ugyanaznap, vagyis szintén május 18-án, csütörtökön este 7 órától dokumentumfilmvetítés lesz Vasparipával a Székelyföldi legendáriumon címmel.
Érdekessége ennek a filmnek, hogy mivel idén Szent László év van, fontosnak tartottuk, hogy ez a film is, mivel lehetőségként ajánlotta a Székelyföldi Legendárium csapata, levetítésre kerüljön, hiszen Székelyföld területén számos hiedelem, számos akár szájhagyományban élő emlék van a különféle Szent Lászlóval kapcsolatos emlékekről, értékekről. Gondoljunk csak akár a különféle legendákra, de nem csak a legendákra, hanem azokra a művészeti alkotásokra vagy épített örökségre, amely a lovak király nevéhez köthető. A dokumentumfilm ezt az utat fogja bejárni, és hát tulajdonképpen az az érdekessége, hogy a legendákat felkutató személy motorkerékpárral járta be a Székelyföldet a legendák nyomában. A legendárium stábja egyébként Gyöngyösi János mérnök grafikussal közösen járta be a legizgalmasabb helyszíneket. Gyöngyösi az élő Székelyföld munkacsoport állandó munkatársa, ezúttal narrátor is, de a produkció értékét tovább növeli a helyszínek vasparipával való megközelítése. A dokumentumfilmvetítés szintén ingyenes, a szervezők minden érdeklődőt szeretettel várnak. Fülep Márk Fuvola művész koncertjével zárul a Klassz Tavasz Fesztivál május 21-én, vasárnap este 7 órakor a Gyergyószent Miklósi zsinagógában. Fülep Márk a budapesti Liszt Ferenc Zeneakadémián Prőle Henriknél tanult, ahol 2000-ben summa cum laude diplomázott. Tanulmányai során végigkísérte az a vezérelv, miszerint a nagyszerű és méltán világhírű hazai fuvola művészektől el lehet sajátítani a fuvola művészet fortéjait. Játékával és munkásságával mindig komoly szakmai elismeréseket váltott ki. A klasszikus fuvola irodalom teljes repertoárjának megszólaltatása mellett fontosnak tartja a magyar népzene hagyományának ápolását. Fülep Márk Gyergyószent Miklósi koncertjére a belépés ingyenes. A rendezvényt a Balassi Intézet támogatja. Az elmúlt hétvégén első alkalommal szerveztek nemzetközi dísznövény és kertészeti kiállítást a Szapiencia Erdélyi Magyar Tudomány Egyetem Marosvásárhelyi karán. A háromnapos rendezvényen tudományos előadásokat, gyakorlati bemutatókat is tartottak. Elmélet és gyakorlat együtt volt jelen a Szapiencia Egyetem Marosvásárhelyi karán zajlott rendezvényen. A nemzetközi kertészeti kiállítás és vásár megnyitóját pénteken délelőtt tartották. Egy tudományos konferenciát összekötöttünk egy olyan rendezvénnyel, amely a helyi közösségnek is szól, a helyi közösség is megtalálja azt, és látja azt, hogy mit mi végzünk itt az egyetemen. Ilyen rendezvény lesz ez a mai. Úgy hiszem, hogy úttörő. Úgy hiszem, hogy a Szapiencia Egyetem egy újabb lépést tett afele, hogy a közszolgálati jelző teljes egészében érvényes legyen rá is. Változatos, színes volt a felhozatal a kiállításon. Családi vállalkozásoknak, cégeknek nyújtott kitűnő lehetőséget a népszerűsítésre, eladásra a hétvégi rendezvény. Összességében körülbelül egy olyan 40 kiállítónk van, kereskedő a szakmából, és hát az ehhez kapcsolódó szakterületek is képviseltetik magát, ugye nem csak dísznövényesek, hanem itt vannak a különböző műtrágya forgalmazók, a különböző kereskedők, amelyek a kertészeti ágazatoknak biztosítanak akár gépet, akár edényeket, akár földet, tehát hogy nagyon-nagyon széles a választék, nagyon sokan eljöttek nagy örömünkre. A dísznövények mellett értékes előadásokat, tájékoztatókat hallgathattak az érdeklődők. A Magyar Faápolók Egyesülete jóvoltából a fák vizsgálatában új módszereket, eszközöket mutattak be. A fakoppal a fa belsejét, egészségi állapotát lehet felmérni. Hogy vannak ezek a tüskék, szögek, beleverjük gumikalapáccsal a fában, persze kiválasztjuk, hogy hová a legcélszerűbb ezt a műveletet végrehajtani, gumikalapáccsal beleverjük elosztott távolságokra egymástól, utána pedig egy kis fémkalapáccsal kőben megütlegeljük, és a hang terjedési sebessége által eljut egymáshoz az információ. De viszont, hogyha valahol korhadást észlel, nyilván akkor lassabban fog terjedni ez a hangsebesség, és így pontos képet kapunk arról, hogy hogyan néz ki a fának a belseje. A módszerrel megállapítható, hogy mennyire korhadt egy fa, és az mekkora veszélyt jelent a környezetében található emberekre, ingatlanokra. A felmérés után dőlnek el az ápolási folyamatok. Családi vállalkozásként többféle termékkel érkezett a kiállításra a kerekes család nagyenyedről. Hagyományos gyümölcsfa csemetékkel, rózsa
fajtákkal, különböző változatban, futó, bokorozsa, magas törzsű rozsa, ezek a felhozatalok, akkor bogyósokból áfonya, ribizli, fekete ribizli és málna. Vasárnap délután ért véget az első alkalommal megszervezett dísznövény nemzetközi kertészeti és virágkiállítás a Szapiencia Egyetem arborétumában. A szervezők célja minden évben tovább bővíteni, fejleszteni a rendezvényt. Ezek voltak már a híreink, köszönöm figyelmüket, a holnapi viszontlátásra!